középkori templomok útja hivatalos túravezetői lesznek azok, akik sikeres vizsgát tettek a hétvégén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési ügynökség és a Természetbarát Szövetség középfokú gyalogos és kerékpáros túravezetői tanfolyamán. A résztvevők a vizsgák teljesítésével bekerülhetnek a Magyar Természetbarát Szövetség regisztrált túravezetői közé. Folyamatosan növekszik a belföldi turizmus az észak-alföldi régióban. Az összesen eltöltött vendégészakák 17%-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében töltik el. Ez is elhangzott azon a turisztikai konferencián, ahol a középkori templomok útja elnevezésű programot mutatták be, amelynek keretében több mint 60 templom és kastély újult meg a megyében, illetve Románia és Ukrajna határmenti területein. A program célja, hogy az épített örökségre alapozva turisztikai útvonalakat kínáljon, ezzel is növelve a térségbe érkező turisták számát. A Szabolcs községben megrendezett konferencián a sajtóképviselőinek mutatták be a határon átnyúló turisztikai programot, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak a megye értékeit bemutató túraútvonalak. A szakemberek szerint a program jó lehetőséget kínál az önkormányzatok, az egyházak és a különböző civil szervezetek együttműködésére egy közös cél érdekében. A rendezvényen az is elhangzott, hogy a turizmus közvetett módon munkalehetőséget is biztosít a kis településeknek, hiszen a vendégek számára szolgáltatásokat kell nyújtani, és a helyi termékek értékesítése is könnyebbé válik. Vendégünk a stúdióban a megyei fejlesztési ügynökség igazgatója. Jó estét kívánok, kezét csókolom. Üdvözlöm, jó estét kívánok. Körülbelül egy hónapja, vagy több mint egy hónapja beszélgettünk már hasonló témákról. Kezdjük talán ott akkor, hogy elevenítsük fel, hogy ez a középkori templomok útja, ez ugye egy több éves fejlesztésnek a végállomása, már amiről most fogunk beszélgetni, hiszen ezek a templomok megújultak, és képesek vagy készek arra, hogy fogadják a vendégeket, a látogatókat. Így van, ahogy említettem, a múltkor is ugye 2009-ben indult útjára a középkori templomok útja program a megyei önkormányzatnak a kezdeményezésében, majd 2010-ben már igény merült fel arra, hogy kibővítsük a program területét a templomutas programnak, és akkor az ügynökség gondozásába vette, közel 5 éve elmozdultunk a turisztika irányába, és mára már igen erős szakmai támogatásra talált a középkori templomok útja program. Azt hiszem, hogy ezt igazolta ezt a kezdeményezést az is, hogy a bejátszásban szereplő konferencián, amely volt. Ott elhangzott az is, hogy a statisztikák szerint erősödik mindenütt, nem csak Magyarországon, a programturizmus. Tehát nagyon sokan most már úgy keresnek úti célt, hogy vagy történelmi emlékeket keresnek fel, vagy épített örökséget, egy-egy korszakot szeretnének megismerni. Ezt önök mennyire érzékelik? A munka kapcsán ez mennyire jött elő? Igen, abszolút érzékeljük egyébként. Ugye a középkori templomok útjára 65 templom került felfűzésre, és mi ezt a 65 templomot, templomutas programot szabdaltuk fel úgynevezett örökségtúrákra. Ha már itt tartunk, akkor ugye a mai beszélgetésünknek ez lenne az apropója, hogy különböző túraútvonalakat alakítottak ki itt a templomúton, ha úgy tetszik, amelyek, mint a bejátszásból is kiderült, azért ezek a határon túra is átnyúlnak Romániába is és Ukrajnába is. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy a túraútvonalakat milyen szempontok alapján hozták létre. Tehát itt egy, nem tudom, történelmi személyiségre fűzték fel, vagy egy-egy építészeti korszakra, beszéljünk egy kicsit ezekről. Igen, próbáltuk ugye nagyon tudatosan összeállítani ezeket az örökségtúrákat, hiszen nem csak arra van szüksége a turistának, hogy templomokat látogasson meg egy 2-3 napos túra alkalmával, hanem egy kis falusi turizmus, falusi vendéglátást is tapasztaljon meg. Tehát van egy úgynevezett történelmi emlékhelyek örökségtúránk, tehát Nyíregyháza Nagy Károly között mutatjuk be a felfűzött templomokat és történelmi emlékhelyeket. Reformáció útja örökségtúráról is tudunk beszélni például. Ennek a teszt túrája, nevezhetjük így, az pünköstkor megvalósult, egy 3 napos kerékpártúráról beszélünk, és hatalmas érdeklődést mutatott. Egyébként ez is érdekes, hogy ezen a szakmai konferencián az is elhangzott, hogy például Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagyon alkalmas a kerékpáros turizmusban való részvételre, és ez a projekt is már így készült. Beszéljünk egy kicsit akkor erről, hogyan közelíthető meg kerékpárral, hogyan használhatók azok a kerékpárutak, amik az elmúlt évben épültek, illetve mi a híradóinkban folyamatosan beszámoltunk arról, hogy például a töltéskoronákon, a folyók töltéskoronáján kerékpárutakat alakítottak ki, ezek használhatók-e ezekhez a túraútvonalakhoz?
Nagyon jó a kérdés, és örülök neki. Többször felteszik nekünk is ezt a kérdést, hogy miért pont kerékpártúrákat szervezünk. Erre igen egyszerű a válasz, hiszen a térségnek ez a, mondhatjuk ugye a felső Tisza vidéke, település szerkezetileg, földrajzilag adott arra, hogy kerékpártúrákat szervezünk. Tehát a kisebb falvak, apróbb falvak közel vannak egymáshoz. Majdnem minden településen van valamilyen látnivaló, egy középkori templomot, egy felújított középkori templomot, egy látogatóbarát középkori templomot meg tudunk mutatni a turistáknak. Meg tudják nézni például a faharangtornyokat, vagy például egy belső kazettást, vagy felújított falképeket a templomokban. Igen, és amire én nem is gondoltam volna szintén ezen a tanácskozáson hangzott el, hogy nincsenek hegyek, nagyon könnyű tekerni, nagyon kellemesen lehet kerékpározni. Így van, és kerékpározás során egy kis kalandot is tudunk, egy kis látnivalót tudunk bemutatni a turistánk. Teljesen más, mint ha buszos túrákra vinnénk el. A program részeként ugye a hétvégén vizsgát is tettek, túravezetőket képeztek ki. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag úgy szeretnék bekapcsolni a megyei turizmusba az előbb említett templomos utat, hogy felkészült túravezetők tudják végigvinni a csoportot mondjuk ezeken a helyszíneken? Hogy kell ezt elképzelni, ha valaki kíváncsi egy-egy túrára, kiválaszt egy túrát, akkor milyen vezető kerülhet mellé? Igen, ezt ki kell emelni mindenképp, hogy a legjelentősebb turisztikai attrakcióról beszélünk a középkori templomok útja kapcsán, és ennek ebből kiindulva indítottunk áprilisban egy úgynevezett gyalogos és kerékpáros túravezető tanfolyamot. Ezt hozzá kell tennem, hogy ez egy ingyenes tanfolyam volt, közel 30-an jelentkeztek, és most hétvégén 20-an tettek sikeres vizsgát. Hogyan lehet mondjuk jelentkezni egy ilyen túrára? Beszéljünk erről akkor, hogy hogyan kapcsolják be, én említettem, hogy gyakorlatilag most már minden készen áll, most már csak látogatóknak kell érkezni, és nekik be kell mutatni ezeket a gyöngyszemeket. Tehát az épületek fel lettek újítva, kialakították a látnivalókat bent a templomban. Én úgy tudom, hogy mindenféle tájékoztatási rendszer készen áll, most már túravezetők is vannak. Mi a következő lépés? Hogyan lehet csoportokat megnyerni ennek az ügynek? Nagy örömünkre egyre szélesebb az érdeklődés ezeknek az úgynevezett örökségtúráknak. Itt kiemelt szerepe van a médiának. Nem véletlenül szerveztünk néhány héttel ezelőtt Szabolcs községben a média képviselőinek egy úgynevezett study tourt. Kétnapos tanulmányútról van szó. Ahogy említettem az elején is, egy igen erős szakmai támogatottságra találtunk, tehát szerepeltünk különböző médiákban, hogy itt megemlíthetem a TV2 Mokka című műsorát, vagy a Duna TV térkép című műsorában már kétszer szerepeltünk videóüzenet keretében. Augusztusban lesz egy újabb reformáció útja örökségtúránk, augusztus 20-ai hétvégére terveztük, akkor szintén a Duna TV jelezte, hogy részt kíván venni, forgatni szeretnének, és természetesen a helyi médiát is el tudjuk látni folyamatos információkkal. Időnk elfogyott, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk rá a stúdióban, de ha már szóba került az augusztusi túra, akkor erről néhány szót mondjon, kik vehetnek ezen részt, és melyik túraútvonal kerül a középpontba majd augusztusban? Úgy döntöttünk, hogy az úgynevezett reformáció útja örökségtúrát fogjuk augusztusban ismét meghirdetni, ez egy háromnapos kerékpáros túra lesz, ugyanis a Felső-Tisza vidéke, tehát a szatmárberegi térség, mondhatjuk így, a leggazdagabb a középkori templomban, a legszebb középkori templomban, és úgy gondoljuk, hogy itt tudjuk a legtöbb látnivalót megmutatni a kedves érdeklődőknek. Igazgatónak köszönöm szépen, és hát sok sikert, minél több látogatót majd a középkori templomok útjára.